Polgármester úr, miért tartotta fontosnak, hogy itt legyen ezen a rendezvényen? Azért legfontosabb oldalról, mert a polgárőrség kulcskérdés Cegléden és Cegléd környékén is, és hogy a polgárőrség jövőjét illetően elég sok jó információt hallottam, a múltját illetően is, tehát mindenképpen fontos, hiszen nagyon komoly kapcsolatunk van a polgárőrség, rendőrség és az önkormányzat között. Mivel tudja támogatni az önkormányzat a polgárőröket? Egyrészt anyagi támogatást nyújtunk, ebben az évben 3,5 millió forintot a polgárőr egyesületeknek, másrészt pedig a hivatalban a védelmi előadó közvetlen kapcsolatot tart a polgárőrökkel, rendszeres megbeszélést tartanak, felosztják a feladatokat, és harmadrészt pedig hát bevonjuk őket mindenféle feladatba, rendezvényekbe, és akkor ott így, ha nem csúran cseppen alapon, ott is kapnak egy kis támogatást. Ön szerint milyen szerepet kell, hogy betöltsön ebben a hármasban, tehát a rendőrség, az önkormányzat és maga a polgárőrségben, mondjuk az önkormányzat, tehát mit kell vállalnia? Hát nézze, egy 40 000-es nagyságú városban az emberek biztonság érzete mindenek fölött van. És mi vezettük be például 2 évvel ezelőtt azt, hogy a polgárőr és a rendőr együtt járőrözi. Hiszen a rendőrség és az anyagi lehetőségei szűkösek, az önkormányzat lehetőségei sem túlzottan bővek, de például azt el tudtuk indítani, hogy mondjuk egy rendőrjárőrautó, egy polgárőrjárőrautó, és akkor 2 rendőr a rendőrautóban, de egyik átul a polgárőrkocsiba, és már is tud intézkedni, hiszen a polgárőr nem intézkedhet önmagában, legfeljebb értesíti a rendőrt. Így aztán a járőrzést meg tudtuk erősíteni. Másrészt pedig az egyik lakótelepen, ott egy irodát jutottunk a polgárőröknek, ahol informatikával felszereltük őket, és ott állandó ügyeletet tartanak. Tehát azért van mozgásterük, hál' Istenünk. A bizottsági elnök úr azt mondta, hogy morálisan kell megerősíteni a polgárőrséget, akkor Cegléden mindent megtesznek ezért? Igyekszünk. Korábban, 2006-ban, amikor én polgármester lettem, 5 polgárőr egyesület működött a városban, és egymás között óriási viszályok voltak, viták. És ezt sikerült tompítani egyrészt, úgyhogy létrehoztuk, 2 egyesületet összeolvasztottunk, és létrejött a Városi Polgárőr Egyesület, és most a harmadik is fog csatlakozni. Másrészt pedig személycseréket is végrehajtottak a polgár egyesületek saját magukon, és így az együttműködés sokkal jobb lett, és az emberek bizalma is jobb lett a polgárőrök felé. Mennyire láthatók a polgárőrök? Arra gondolok, hogy ha végig megy Cegléd utcáin, akkor föl tudja mérni, hogy igen, itt vannak és szolgálatot teljesítenek? Igen, rendszeresen járőröznek a polgárőreink. 3-4 autóval kint vannak a városban, nappal is van járőrzés, és este meg különösképpen éjszaka is. Tehát akkor nyugodtan alszanak Cegléden? Én azt gondolom, hogy igen. Persze vannak a városnak egy bizonyos pontjai, ahol a járőrzés fokozottabb, de azért ott is sok mindent megtettünk annak érdekében, hogy ott is az emberek nagyobb biztonságban éljenek. Én is köszönöm a lehetőséget.